Hagyományos jelleggel ám új helyszínen rendezték meg Sárospatakon a rendvédelmi főzőversenyt. Hatodik alkalommal a Sárospataki Rendőrkapitányság és a Sárospataki Polgárőr Egyesület közös programjára összesen 14 csapat nevezett. Többek között a tűzoltóság, rendőrség, büntetés végrehajtás, valamint a szlovákiai partnerek is képviseltették magukat ezen a megmérettetésen. A célja továbbra sem változott, én úgy gondolom. Azzal a rendvédelemben együttműködő szervek, csapatai, tagjai egy főzésre, beszélgetésre, kapcsolattartásra jöjjenek össze. És úgy gondolom, ahogy most sikerült elrendezni, így két sorban egymással szemben, ez is azt segíti elő, hogy még többet tudjunk a főzésen kívül szakmailag esetenként beszélgetni, és a kapcsolatrendszer jobban alakuljon. Megragadtam a lehetőséget, hogy megköszönjem valamennyi jelenlévőnek, rendőröknek, polgárőröknek, vadászoknak, mentősöknek, BV alkalmazottaknak, dolgozóknak azt az összefogást, azt az együttműködést, amelynek köszönhetően a statisztikai adatok alapján Sárospatak ismét a megye egyik legbiztonságosabb települése lett, hiszen ezek az adatok számunkra fontosak. Néhány évvel ezelőtt, már több mint 5 évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy Sárospatak ismét egy élhető, egy nyugodt kisváros legyen. Ezt a célunkat teljesítettük. Köszönhetően a rendőrség koordináló munkájának, az előbb elmondott szervek együttműködése és a lakosság támogatása alapján sikerült a közbiztonság helyzetén jelentősen javítanunk. Ebben az évben az eseményen már a Sárospataki mentőállomás dolgozói is részt vettek. Ennek a főzőversenynek is nagyon örülünk, hogy meghívást kaptunk, ugyanis a társszervekkel mindennapi kapcsolatban vagyunk, rendőrséggel, polgárőrség, ugye rendezvények kapcsán, vagy akár szociális problémák kapcsán, ugye a rendőrséggel, vagy közlekedési baleset kapcsán. És ha egy kicsit lazábban tudunk most beszélgetni, talán a mindennapi munkában is segít mindannyiunkat, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. A főzőverseny folyamatát és eredményét szakmai zsűri bírálta. Sokféle étel készült, sütve-főzve egyaránt. A tapasztalat az volt, hogy már nem félnek például vadhúst készíteni a nevezők, amely a versenyzők által titkosnak tartott fűszerekkel elkészítve igazi gasztronómiai élményt nyújtott.